Brit pszichológus szerint január 3. hétfője az év legdepressziósabb napja. Ez van ma. Igen, hogy ez igaz-e, vagy hogy egyáltalán beszélhetünk-e ilyesmiről, illetve valamint úgy általánosságban a depresszióról beszélgetünk orvos Tóth Noémi klinikai szakpszichológussal. Üdvözlünk itt a köreinkben, szervusz! Hát, bár ezt a Blumendit komoly matematikai képletekkel számolták ki, de azért összességében mégiscsak inkább egy ilyen szezonális depresszió kicsúcsosodásáról van szó, nem arról, hogy így ma. Január 3. hétfőjén mindenki összeomlik. Igen, én is azt gondolom, hogy ez nem köthető egyetlen egy naphoz, és egyébként pedig a brit kutatók mi az, amit nem bizonyítottak még be mindent, és mindennek az ellenkezőjét, szóval, igen, hogy ezt azért úgy helyi értéken kell kezelni, de valóban azt látjuk, hogy ez az az időszak, ami úgy, hát, nagyon borongós már. Ugye decemberben ott vannak az ünnepek, azt lehet várni, akkor is, hogyha az ember nem nagyon szereti a karácsony, de mégiscsak más egy ünnepi szezon, mint a hétköznapok. És aztán január elején jönnek a nagy fogadalmak, nagyon sokan, még mindig nagyon népszerű, hogy azt mondani, hogy igen, akkor január 1-től én új életet kezdek, aztán ugye a január közepére kiderül, hogy ennek az új életnek, hát távolról sem olyan egyszerű nekivágni, mint ahogy mi azt eredetileg gondoltuk, és akkor ez azért úgy hathat az embernek a kedély állapotára, meg hát tényleg ilyenkor mi az, amire lehet várni, a tavasz még nagyon messze van, a nappalok még nem hosszabbodnak érzékelhetően, nagyon kevés a fény, úgyhogy... Még sorolod egy kicsit, elet vágok a beszélgetés végére egész biztosan. Én pedig azon gondolkoztam közben, hogy most azt mondjuk, hogy ez a legdepressziósabb nap. Te is azt mondtad, hogy ez egy kicsit ilyen depressziósabb időszak, hogy a kedély állapotunk romlik, ugye nincs fény, ilyesmi. De hogy ez depressziósnak, depressziónak hívjuk, ez nem könnyíte, vagy nem bagatelizálja el magát a depressziót, mint betegséget, ami viszont egy nagyon, nagyon súlyos, nagyon komoly dolog. Mert most az egyébként vidám embereknek is tényleg egy kicsit lehet, hogy kifutott az ünnep, egy kicsit rosszabb kedvűek, de hogy ez náluk nem depresszió igazából, csak így hívjuk, nem? Tehát, hogy ez egy levertség inkább, tehát a klinikai depresszió az egy egészen más téma, de nagyon sokan számolnak be arról, hogy olyan levertebbnek érzik magukat. Azt gondolom, hogy ez teljesen természetes, tehát azért ez ki van, az emberi szervezet meg lélek ki van találva. Amikor odakint sötét van, meg hideg van, akkor mit csinálsz? Begubózol. Ha nagyon aktív szeretnél lenni, akkor nagyon teret sincs arra, mert valóban a sötétség az egy olyan dolog volt, így evolúciósan, amitől vonulj vissza a kis barlangodba, bújjál el, tehát hogy ne legyél annyira aktív. Tehát ugye azért ennek megvannak az okai magyarázatai. Az egy másik dolog, hogy a mai embernek az élete, az élettempója nem teszi lehetővé, hogy lelassítson ilyenkor. Hát meg az se teszi lehetővé, hogy mondjuk ilyenkor nagyon hatékony lenne elutazni olyan helyre, ahol több napsütés van, de hát ezt azért megvalósítani, az attól csak még depressziósabb lesz az ember, ha rájön, hogy nem tudja megtenni. De lehet tenni, ahogy rátok nézek, azért a színek például, ugye, hogy... tehát azért van. A pipacs mező, Anna drágom. De meg arról beszélgetünk még itt az adás kezdetén a Rolival, hogy azért jellemzően a brit tudósok mondták ezt így ki, és nem mondjuk a Karib-tenger térségéből egy jó pszichológus vagy Ausztráliából, tehát ott ez nyilván nincs. Igen, azért látjuk ezeket az égővi sajátosságokat, hogy ahol a sötét, a hideg, azért ott az ember egy kicsit úgy visszavesz, a hangulata is illeszkedik, alkalmazkodik, az ember alkalmazkodik ahhoz a környezethez, amiben él. Ahogy mondtam, ez egy teljesen természetes változás. Inkább én abban látom a problémát, hogy nem tudjuk ezt helyén kezelni. Tehát azt gondoljuk, úgy úristen, nagyon nagy a baj, mert egy kicsit levertebb vagyok, vagy kicsit motiválatlanabb vagyok. A másik véglet is nagyon gyakran megjelenik, hogy rálegyintek, hogy nem baj, amikor meg már kellene segítséget kérnem, mert rendszeresen visszatér, mert már olyan mértékben befolyásolja a magánéletemet, vagy a munkámat, mert tényleg bezár és ellehetetlenít. Olyankor pedig nem szabad bagatelizálni, tehát kell, hogy keressünk segítséget, mert azért van segítség. A kiváltó okok között sok mindent felsoroltál, a fényhiányt is, és sokszor szokták ilyenkor ajánlgatni a fényterápiát, tehát nem a Karib térségbe, de valahogy másképp ezek tényleg hatásosak tudnak lenni, tehát hogy itt nem a, gondolom, az nem segít, hogy otthon az olvasólámpa alá beülök. Nem, vannak speciális égők, amikre ki lehet cserélni az otthoni égőket, és ezek valóban segítséget jelenthetnek. Tehát azért van mit tenni, meg. De hogy egyébként pedig, hogy mi vezet a kialakuláshoz, rengeteg ok. Genetikától kezdve a stresszes életmód szintén. Tehát hogy azért azt se felejtsük el, hogy ahogy ma élünk, az az életmód az egyenesen tud vezetni ahhoz, hogy az ember kimerül lelkileg, kimerül érzelmileg, mert nem adjuk meg magunknak az időt, hogy megemészszük azokat az érzelmeket, amiken keresztül megyünk, hanem rohanunk egyik érzelemből a másikba. Aki mondjuk klasszikus depresszióra hajlamos, annál itt Európában ez a téli időszak
kiváltója lehet a klasszikus, tehát a klinikai depressziónak. Igen, a szezonális depresszió az úgy néz ki, hogy elindul késő ősszel, és így kora tavaszig tart. És akkor még benne is maradhat akár, aki depresszió. Azért a nyári időszak az szokott egy kis enyhülést hozni ebben a szezonális depresszió, de van, akinek a nyári időszak nehezebb, és van egy úgynevezett ilyen fordított depresszió, amikor agitáltá válik, és pont nem a levértség a jellemző, tehát rengeteg. Mit lehet tenni ellene? Mondjuk megelőzés szempontjából, vagy ha úgy érezzük, hogy tényleg kicsit belecsúsztunk ebbe a levert állapotba, akkor hogy kijöjjünk belőle. Vannak-e, amit az ember úgy könnyedén a mindennapokban is akár véghez vihet? Tehát érdemes például megfigyelni, hogy valóban így van-e, hogy nálunk elindul így az ősz beálltával egy ilyen levertség. Hogyha erre rájövök, hogy hoppá, ez már a második, harmadik év, és mindig így van, akkor már készülhetek. A sport például egy ilyen nagyon egyszerű dolog, amit azért vonakodnak úgy az emberek így bevezetni a mindennapjaikba. Tehát egyfajta életmódváltás, amikor azt mondom, hogy oké, itt van ez az állapot, de én nem várom ki tehetetlenül, ahogy egyre mélyebbre és mélyebbre csúszom. Tehát a mozgás az mindenképpen, a relaxációs gyakorlatok, a színek, hogy hogyan teremtem meg magamnak a környezetet, az illatok, azok végtelen jól segítenek abban, hogy hangolják az érzelmi állapotomat, hiszen egy pillanat alatt jutnak be a limbikus rendszerbe, az érzelmi agyba, ami segít egy kicsit kijönni ezekből a nagyon mélynek tűnő rossz állapotokból. De azért azt is tegyük hozzá, hogy a magyar ember meg nagyon szeret gyógyszert szedni, sport helyett pláne. Igen. Tehát, hogy ilyenkor van-e kell-e indokolt el gyógyszerszedés? Vannak olyan esetek, amikor érdemes, tehát amikor az orvos úgy tartja indokoltnak. Igen, én azt gondolom, hogy azért az érzelmi öngondoskodásnak a kialakítása, egyáltalán annak a hite, hogy én képes vagyok változtatni, anélkül, hogy csak ugye a gyógyszer az egy nagyon passzív megoldási mód. Bekapom és várom a csodát. A csoda az nem jön magától, nem jön így egy csettintésre, nem jön egy tablettával, azért tenni kell. Tehát valóban van, amikor szükséges a gyógyszer, és vannak olyan esetek, amikor pedig nekünk kellene elkezdeni valamit változtatni az életmódunkon, és akkor nem lenne szükség akár a gyógyszerre. Sem. Hát esetleg, ha valaki mindenképpen szeretne valamit bekapodni, inkább vitaminokat szedjen, nem? Mert azért is egy kicsit, főleg a D-vitamin, egy kicsit aktívan. Az a hit, hogy képes vagyok változtatni az életemen, az egy nagyon fontos dolog lenne, hogy elkezdjünk el ezt kialakítani magunkban. Noémi, itt leszel egész délelőtt, és hívhatnak téged telefonon. Igen, várom a hívásokat. 0635 15 93 99 a telefonszámunk, és itt lehet érdeklődni, kérdéseket feltenni. Köszönjük.